Másfél év után lezárta Antal Árpád úgynevezett terrorista ügyét a szervezett bűnözés és terrorizmus ellenes ügyészség. A sepsiszentgyörgyi polgármester ellen egy marosvásárhelyi SKT-n elhangzott mondat miatt kezdtek el vizsgálódni, amelyet rosszul fordított a román sajtó. Antal Árpád akkor arra a veszélyre próbálta felhívni a figyelmet, amelyet a háromszéki prefektus magyar ellenes cselekedetei jelentenek, a hatalom pedig úgy értelmezte, hogy terrorcselekményre bújtott volna fel. Antal Árpádot Bogdán diákonú képviselő jelentette fel, az ügyészségnek pedig másfél évre volt szüksége ahhoz, hogy megállapítsa, csupán politikai nyilatkozat hangzott el, és nem volt benne uszítás.